tulajdonképpen azt mondom először, hogy hihetetlen megtiszteltetés egy 1000 éves város és a környező ősi települések képviselő jelöltjévé is válni egy több lépcsős kiválasztási folyamat után. Meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a elhivatottsággal jövök most is ide felvenni az ajánló szelvényeket, és megyek azokhoz, akik segítenek a munkámban. Mindenkit kérek, hogy gondolja végig az életét, az elmúlt évtizedet, és döntsön, hogy Magyarország milyen irányban menjen tovább. Láttuk azt, hogy mi történt 2002-ben és 2010 között, és láthatták, már a fiatalok is láthatták, hogy mi történt 2010 után. Soha nem látott fejlődésen ment át Magyarország, és a kormány vidékfejlesztési stratégiájának úgy gondolom mindnyájan nyertesei vagyunk, akik itt élünk a megyében, akár Egerben, akár egy kis faluban. Tehát a mai napon, tehát február 12-én elkezdődik a ajánlások gyűjtése. Ugye a kollégák, a aktivisták az egész körzetben megszervezték ezeknek a gyűjtését. Egyrészt fogunk 4 helyen Egerben pultozni, Füzesabonyban is pultozunk, és hát ugye természetesen a vidékit is járják a kollégák. És amint ugye megvan a szükséges mennyiségű aláírás, onnantól fogva folytatjuk újra ugye a vidék, illetve a város járását, beszélgetünk emberekkel, ugye a polgármesterekkel is leültünk már tárgyalni, összegyűjtjük mindazokat a problémákat, illetve esetleg igényeket, ami fölmerülhet, és természetesen beépítjük ezt is a programunkba, tehát márciusban folyamatosan ezt fogjuk közvetíteni, illetve hát várunk országos politikusokat is, reményeink szerint jönnek ugye a pártoktól, illetve hát magától a DK-tól is, és ezekre fogunk szervezni majd fórumokat, ahol ugye a választók is találkozhatnak ezekkel a politikusokkal, illetve szakpolitikusokkal, hiszen itt most már próbálunk majd olyan irányban is, hogy is mondjam, elindítani a kommunikációt, ahol kifejezetten szakpolitikai témákra, kérdésekre fogunk majd adott esetben választ, illetve megoldást körvonalazni. Arra számítunk, hogy viszonylag hamar össze fog jönni az ajánlás, mert nagyon sok ember keresett meg, olyanok is, akikre nem számítottam, hogy jelezték, hogy támogatni kívánok engem, illetve a Mi Hazánk mozgalmat, valamint annak programpontjait. Ugye mi vagyunk az a párt, ami a pénzügyi terrorizmus ellen, a végrehajtók ellen, a követelés kezelők ellen és a bankok ellen intenzíven föllépünk, illetve a kötelező COVID-oltás és az ekerül kialakult mondjuk információs szegény világot szeretnénk megváltoztatni. Erre van a társadalomban jelentős igény, úgy tűnik. Reggel egy kicsit mélyebb a hangom, remélem azért megismernek a nézők. Bízom benne, köszönjük szépen! Köszönöm! Megszólítani azokat az embereket, akik eddig nem szavaztak. Tehát egy vagyok én is a 2 millióból. És hiszek abban, hogyha összefogunk, akkor változást tudunk elérni. Mi a legfontosabb eleme, programpontja a megoldás mozgalomnak? Hát, hogy a politikai pártokban nem feltétlenül szükséges mindenhol politikusnak lenni, elég, hogy a szakemberek vannak. Azt, hogy Magyarországot digitalizálni szeretnétek, ez tulajdonképpen miben merül neki? Tehát az élet minden területén, a közigazgatásban, vagy hogyan képzeltétek ezt el? Hát a jövő az a digitalizáció. Nagyon-nagyon sok területen, tehát lehet gazdaságosabban tenni az országot, hogyha digitalizáljuk. Alapvetően ez a fontos számukra, nem is az 50 a ebben a 2 hétben, hogy sikerüljön 71 körzetben megszerezni ezt az 500 aláírást, hogy lehetősége váljon a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak is elindulni az országos listán, ugyanis az a legfőbb cél, hogy néhány képviselő be tudjon jutni a parlamentbe, és bizonyos ügyek mentén, amiket mi fontosnak tartunk, ott bele tudjunk szólni, úgymond a vagy politikába, vagy beleugassunk, ahogy mi szoktuk mondani. Úgyhogy ezen fogunk dolgozni. Alapvetően a civil kurázsi erősítése az egyik legfontosabb célunk az, hogy a alulról jövő kezdeményezéseket erősítsük, a polgári tudatosságot, az átláthatóságot és e féléket. Úgyhogy meg egyébként lehet, hogy már ismeritek a
tevékenységünket, hogy igazán szeretjük az ilyen járgatástéseket, padfelújításokat, buszmegállóptéseket, a környezetvédelemmel sokat szoktunk foglalkozni. 4 évvel ezelőtt például patakot tisztítottunk, virágot ültettünk, lehajukáztunk az Egerpatakon, és most is nagyon fontos céljaink vannak, mint hogy meghosszabbítjuk az Egerpatakot a Siriusig. Személyesen nagyon örülnék annak, ha mondjuk sör csörgedezne az Egerpatakban a sima víz helyett, és ezzel az ingyen sör és örök életféle ígéretünkhöz is sokkal közelebb tudnánk jutni például. Úgyhogy ezzel indulunk mi neki. Úgy gondoljuk egyébként, hogy ugye a Két Farkú Kutyapártnak van egy saját támogató tábora, úgyhogy amivel szoktak minket vádolni, senkitől nem fogunk elvenni szavazatokat. Lehet velünk találkozni itt az önkormányzat előtt a téren, lehet velünk találkozni bárhol a városban, itt képviseljük a normális pártot. Mi azt szeretnénk, hogy itt legyen nekünk ugye a szabadság, valamint azt szeretnénk nagyon, hogy ugye a gyermekeinknek egy jobb egészséget, mert ha a gyerekeknek van egészség, akkor a szülők is boldogabbak, és akkor így egy közös, erős nemzetet tudunk felhúzni. Stresszben nem tudjuk ezt megcsinálni.